Itt van az első ügy, ahol a főpolgármesternek taktikusnak kell lennie, ez az atlétikai stadion. Azt mondja, hogy továbbra sem stadionpárti, de ha ezzel jó alkupozíciókat tud kiharcolni, akkor lehet, hogy mellé áll az ügynek. Ugye stadion nélkül a magyarországi atlétikai világbajnokságot nem lehet megrendezni. Bai Balázst, minden idők egyik legsikeresebb magyar atlétáját biztatja a reménybeli utánpótlás a lelátókról, Benyó Rita két évvel ezelőtti riportjában. Igaz, ők a foci utánpótlás tagjai, de elég látniuk egy felkészült profi atlétát edzés közben, és már át is csábulnak kicsit a futópályára. Ennél valószínűleg jóval nagyobb csáberőre lesz szüksége, hogy a budapestieket is rábeszélje, kell még egy stadion a városba. Mégpedig a 2023-as atlétikai világbajnokságra, aminek a rendezését Magyarország elnyerte. Még akkor is, ha az atlétikának tényleg nincsen itthon állandó otthona. Balázs a forgatás napján még Amerikában volt, így nem tudtunk beszélni, de a gátfutó atléta, aki civilben állatorvos, most egy Facebook posztban ecseteli, mennyire elszomorítja, hogy veszélybe került a stadion megépítése. Elbizonytalanította a jelenlegi helyzet, és megijedtem attól, hogy a budapesti atlétikai világbajnokság és vele együtt az atlétika jövője veszélybe kerül. Mielőtt belemennénk, ki mit gondol egy új stadion építéséről, a polgármestertől a főpolgármesteren át a sportolókig és a helyiekig, látogassunk el a leendő helyszínre, az egykori Vitukis strand környékére, Csepel és Ferencváros határában. Itt állok az egykori Vitukis strand bejáratánál, most be van zárva, de mögöttem látható talán még az egyik medence is. Ennek a strandnak a helyén lesz többek között az új atlétikai stadion majd, de itt egy óriási területről beszélünk, tehát itt nem csak a strand van, hanem egyéb raktár és hasonló ipari épületek, létesítmények. Ide kerül majd a stadion, hogy milyen környezetben, az kiderül később. A levegőből és a földről is látszik, hogy romszafarira indultunk. A Vituki és a környék ipari roncs romantikája ugyan vonz néhány kalandra vagy magányra vágyó terepturistát, de valljuk be, elég elszomorító környezet. Csak úgy, mint a közeli nagyvásártelep épülete, ami már évtizedek óta áll kísértett házként, a Kvassai Zsiliptől nem messze. Az új stadion a Déli Városkapu program keretében épülne, és ugyanebben a projektben valósulna meg a műemléknek számító vásártelep felújítása is. Itt egyelőre kordonok vannak, de más jel nem utal rá, hogy bármi elkezdődött volna. Még a helyi biztonsági őrök is tőlem kérdezték, mit lehet tudni az évek óta húzódó beruházásról. És mikor kezdjük meg ebben? Ez is már húzódik évek óta. Hát általában minden. Jó, tehát akkor biztos, hogy lesz. Semmi sem biztos. Igen. A környéken egyébként senki nem lakik, legalábbis állandó jelleggel. De amikor átugrunk a terület nyugati csücskébe is, egy innen nem messze lakó horgásszal futunk össze, aki támogatná a stadion építését. Nem zavarna, legyen csak. Jó, mondjuk egy kicsit megalomán, de amit láttam tervet, ez elég nagy. És most egy kicsit szükségem lesz a képzelő erejükre. Próbálják meg mögém képzelni a 40 ezres atlétikai stadiont, ugyanis pontosan ezen a helyszínen itt mögöttem fog majd elhelyezkedni, ha egyszer felépül persze. Az egyébként a Duna közelsége miatt nagyon is értékes területnek számító környéket, tehát gatyába kell rázni. Ez nem vitás. A Magyar Atlétikai Szövetség nem csak arról készített videót, mennyire jól néz neki egy stadion itt, és egy rendezett környezet, hanem arról is, milyen elképesztően elhanyagolt állapotban van most a környék. És ezzel nehéz vitatkozni. Szalma László, kétszeres fedett pályás atlétikai Európa-bajnok, távolugró, azt mondta, a mostani bizonytalanság a stadionnal kapcsolatban számára nem csak elkeserítő, több annál. Kicsit déjà vu érzésem is van ezzel kapcsolatban, hogy megint a politika szól bele a sportba, a sportolók életébe. 84-ben sajnos magam átértem, nem mehettünk ki az olimpiára, mert a politika beleszólt. Most 2023-ban megint ez lesz. Ez szégyen. Budapest is the preferred European city to host the IAAF
World Championships. A 2023-as atlétikai világbajnokság rendezését még tavaly ősszel nyerte el Budapest. A lebonyolításhoz azonban mindenképpen szükség van egy megfelelő befogadószámmal és infrastruktúrával rendelkező stadionra, ilyen pedig egyelőre nincs a fővárosban. A bajnokság szervezését és a stadion építését a kormány és személyesen a miniszterelnök is deklaráltan támogatja. Az időközben lezajlott önkormányzati választások azonban, ha stílszerűen akarnék fogalmazni, mindenkit visszaküldtek a startvonalra. Baranyi Krisztinával, Ferencváros újdonsült polgármesterével az egyelőre csak tervekben létező új stadion leendő helyszínén találkoztunk. Azért, ha az első benyomásról beszélünk, talán nem ez az égköve a kerületnek, ez a környék. Hát nekem erről szöges ellentét a véleményem, szerintem ez a kerület legszebb része, a legértékesebb és a leggyönyörűbb panorámával rendelkező része. És hát közvetlen folyóparti területről beszélünk, amely ráadásul nincsen hasznosítva. Első látásra pedig tényleg inkább egy lepusztult ipari betondzsungelnek tűnik a környék. De az is igaz, hogy a szemben fekvő Kopaszigát sem volt mindig egy tüktik családi park. És nagyjából azon a területen épülne akkor ugye a stadion? Igen, a volt Vituki területén épülne a stadion, amiről azért érdemes tudni, hogy egy viszonylag kicsi telek, tehát éppen csak, hogy belefért maga a stadion önállóan. Cipőkanállal kellett beszorítani, olyannyira szűk ott a hely, hogy például még parkolókat sem tudtak tervezni egy világverseny megrendezéséhez készülő stadionhoz. A polgármester szerint az ő kerületéhez tartozó telken még egy toronyház is épülne, helikopter leszállóval, aminek végképp nem látja az értelmét, főleg, hogy a fenntartás költségeit az önkormányzatnak kellene állnia a világverseny után. Hát ha valaminek nincs értelme Budapesten és kár rá pénzt költeni, és sportberuházás, hát az atlétikai stadion az. És ha már városvezetők, a főpolgármestert sem sikerült teljesen meggyőzni, akinek az egyik legfőbb választási ígérete volt a stadion stop. Vagyis, hogy amíg nincsen minden kerületben CT, addig nem épül a városban új sportstadion. Szüksége van Budapestnek egy atlétikai stadionra? Hát Budapestnek egészen biztosan sok minden másra van szüksége elsőként. Jobb egészségügyi ellátásra, több minőségű zöldfelületre, jobb közlekedésre. Ezek azok az ügyek, amiket én a kampányban képviseltem, és ezek az én ügyeim. Az atlétikai stadion ügye az pedig a kormány ügye. De nyilván ahhoz, hogy én a programomat végre tudjam hajtani, ahhoz a kormány támogatása szükséges, ezért azt gondolom, hogy én akkor tudok jó szívvel odaállni az atlétikai stadion mellé, hogyha a kormány odaáll azok mellé, a programok mellé, amik számomra fontosak. Ha jól értem, akkor feltételeket szab, de van az az állapot, amikor beállna egy 40 ezres stadion megépítése mögé. Beállni mögé nem fogok, de én nem úgy szeretném bevonulni a történelemkönyvbe, hogy én vagyok az, aki azt mondja a dolgokról, hogy nem. Én azért lettem főpolgármester, hogy bizonyos dolgokról azt mondjam, hogy igen. De önmagában minket az atlétikai stadion nem érdekel. Engem személy szerint sem, a választókat sem. Akkor érdekel, hogyha ez egy együttműködésnek a része, és a serpenyő másik oldalában is vannak fajsúlyos dolgok. Az újdonsült városvezetőket azért nyomasztják az ellenzéki szavazóik által eléjük támasztott elvárások. A sportközgazdást viszont nem. Dénes Ferenc a sportolókkal ellentétben magától értetődőnek látja, hogy a politika beleszól a sportba, hiszen ez történik akkor is, amikor ellenállás nélkül nőnek ki a stadionok a földből országszerte. Ezek extra politikai döntések. De egyébként, ha egy kicsit fentrebbről szólunk, hát alapvetően a közpénzekről való költdöntés végső soron a kormányzat, illetve a parlament kezében van, természetszerűleg van jelen a politika ebben az értelemben. Kell atlétikai stadion Budapestre? Ha atlétikai világbajnokságot akarunk rendezni 2023-ban, akkor mindenképpen szükség van erre. Egri Viktor sportriporter viszont egy Facebook posztjában furcsálotta, hogy az októberi választási eredmények előtt mintha nem lett volna olyan fontos a budapestiekkel folytatott párbeszéd, holott mégis ide készül a világbajnokság. Azt mondja, azóta kapott hideget és meleget is a véleményéért. Szerinte a hazai viszonyok között meglehetősen dinamikusan mozgó költségvetések is állhatnak a budapestiek aggályai mögött. A magyar emberek eleve szeretik a sportot, és a budapestiek is szeretik, hanem csak azt látták, hogy például a vizes világbajnokság milyen irdatlan pénzeket emészt fel ahhoz képest, hogy mondjuk az eredeti
tervek között 25 milliárdos költés szerepelt, és akkor ebből lett nagyon-nagyon sok. És ha már a pénznél tartunk, az atlétikai stadionnak helyet adó területet az állam a Telked birtokló cég megvásárlásával szerezte meg 16,5 milliárd forintért. Csak a tervezésre eddig 4,7 milliárd forintot költöttek. A legilletékesebb szervezet a témában persze a Magyar Atlétikai Szövetség, ahol egy rejtett sarokból előkerültek az új stadion pontos tervrajzai is. Az egész országban nincsen atlétikai stadion, tehát ha ma megnézzük, hogy egy 122 éves sportág, ami az ötödik legsikeresebb sportág Magyarországon, 174 olimpiai, világbajnoki, Európa-bajnoki érvesekkel, és nincs egyetlen egy olyan pálya, aminek a célegyenesén kívül lenne egy fix lelátó valahol, ahol le lehet vinni, akár egy gyereket, akár nemzetközi edzésmunkát, felkészülést lehet végezni, hogy egy rendes, méltó nemzetközi versenyt lehessen rendezni, akkor azt gondolom, hogy egy sportág megérdemel egy olyan központot, egy olyan edzés helyszínt, ahol fel tud készülni és jövőt tudja építeni. A környék lepusztult, a fejlesztésre mindenképpen szükség van, de ezt nem mindenki a sporton keresztül képzeli el. Ráadásul megint több 10 milliárd forint elköltéséből, és az úszó VB elúszó milliárdjainak emléke, még friss emlék. Nem mindenki vágyik ugyanarra, ez eddig is világos volt. Van, aki jobb egészségügyi ellátást, más több zöld területet, megint más pedig egy otthont szeretne a saját sportágának, hiszen ebből másoknak is jutott, nem is kevés. Hogy kinek mi jár alanyi jogom, miért kell fizetni és miről kell lemondani, az sajnos vagy nem eddig is politikai alkuk tárgya volt. Most viszont van miről beszélnie és meggyőznie egymást a civileknek, budapestieknek és sportolóknak. És úgy tűnik, ez már nem csak lehetőség, hanem kényszer. Hiszen az atlétikai stadion sorsát is részben ez fogja eldönteni. A Heti Naplóban Bihari Ádám riportját látták.